reggelt kívánok mindenkinek, szervusztok! Azt se tudom, milyen kocsiban ülök, de bemutatom nektek, most már talán benne ülök körülbelül 20 perce. Első benyomások, jó? Kicsivel több, mint 1000 mérföld és 16 óra vezetés múlva is bemutatom nektek, hogy mi az picsa nyilában ülünk! Hoho! Mivel ennyit fogok vezetni ebbe a kocsiban, lesz mit mesélni, lesz mit mutatni, gondoltam, csinálok belőle egy light is kis videót. Ami autós tartalom, srácok, azt nem sokára megláthatjátok, ide bevágva. Pim! Srácok, egyszerűen nincs mit mondani. Mondtam neki, hogy késésben vagyunk, bátya, úgyhogy nyomjad már meg egy kicsit. De na, még mielőtt eltelik még 5 perc, szóval már 25 perces első benyomásos használati után bemutató lenne. Kezdjük ott az egészet, hogy azt kell tudni, hogy én a rentál kocsisoknál úgy tudtam, hogy egy kis Toyota Corollám lesz. Erre oda megyek, hogy fölveszem az autót, leadom az adatokat, mondja a csávó, eltűnik egy 10 percre, visszajön, csak azt mondja, hogy gyere boss, itt van az autód. Hát egy Nissan lett belőle, igazság szerint ne haragudjatok, meg se néztem, hogy mi fajta, hogyféle. Elbúcsúztam a családtagjaimtól, és csak indulni akartam, hogy minél előbb elindulhassak. Ahogy ezt így elmondtam, 30 perc is eltelt abból, hogy vezetem az autót, még semmi gombot nem nyomogattam, semmi az ég egyadt a világon, de majd ahogy jön, úgy mutogatom. Igen, vezetés közben, de hát kit érdekel, ugye? Őt beengedjük. Gyere be, haver, gyere be. Hogy tudja? Hogy tudja? De tudja! Mert a Pityu beengedte. Hát akkor nézzük itt ezeket a dolgokat. Oké, azt látom, hogy már lehet memorizálni neki. Na, akkor most még egyszer beengedjük a bátyját. Hát, főkúrnak, főkúrnak. Hadd mutassam már be ezt a szart. Ablakleengedők, ugye? Tükörállítók. A tükör az tök jól be volt állítva. Igazából én tükröt nem nagyon szoktam állítani, mert eléggé nagyok a tükrök manapság. Nem egy Lada tükör, nem egy Trabant tükör, hanem inkább az ülést szoktam állítani, és abból úgy inkább hajolgatok, tudod? Hát most kit érdekel? Érted? Dirdur. Na, no, chrome kilincs, meg minden. Ó, oké. Fűthető kormány, ahogy látom. A színek egyébként undorító, akit belül nekem nem tetszik, nagyon gicses, nagyon gusztustalan, világos. Hogy mondjam, főleg ez itt. Ezt nem tudom hova tenni, nem értelmezem, ez ilyen járólap téma akarna lenni, vagy nem tudom. Az a baj, hogy műanyag, oké? Okay? Ez itt. Aha, oké, okay. Hát értem. Kezdem érteni, hogy mi a baj az új autókkal. Itt is. Úristen. Fú, bazegér, már itten baj, mert inkább esküszöm, inkább kopogtatnék ott valami vasdarabot. Jó, egyébként nyilván nem rám gondolnak, hanem arra, akinek van egy kis ízlése, vagy nem tudom. Nagy képernyő, ugye? Hát emlékszek, hogy én még ilyenen néztem a Minimaxot, ekkora tévén, és volt akkora hátulja, képcsövestű, mindenestű, mint ez az autó. Nyilván tele van baszva mindenféle kütyűvel, rádió, bluetooth, GPS, térkép, majd szépen megnézegetjük egyébként. Az ülés az most eddig jó. Hopp, kikér egy villát, csak egy villányit, srácok. Ha? Teljesen leengedtem magam az autóba, mert én úgy szeretem, hogyha itt ülök lent. A legyen az akár SUV, pickup truck, legyen az akármilyen, lent szeretek ülni, minél közelebb a földhöz, és érezni akarom. Na mindegy, ez ilyen, nem tudom, ilyen, már Ladánál is örültem, hogyha ki van ülve egy kicsit a, tudjátok, a szivacs, mert annál lejjebb volt. Na mindegy. Amúgy a kormánynak a fogása tetszik, hogy ilyen kemény, ilyen tényleg olyan vaskos. Na, mert vannak olyan kormányok, ha ráteszel egy ilyen kormányvédőt, akkor lesz ilyen, és akkor lesz egy kicsit olyan kényelmesebb, sportosabb fogása, vagy nem tudom. Ó, varva van. Nem tudom, hogy igazi bőre nekem ilyenek nem voltak a kezembe, csak a merci, azt meg tudom, hogy hát szűz, icipici kis cicák szövik pókhálóból azt a bőrt. Na mindegy. Amit észrevettem ugyanúgy a Merciből, hogy lyukacsos az ülés, ami azt jelenti, hogy egyből néztem ide, hogy hol lehet bekapcsolni magamnak a hoppát! Ó, hogy ez fűtés? Nekem hűtés kéne, bástya? De jó van, majd meg... A
majd megoldjuk, lehet máshogy. Egyébként itt Indianapolisban ugyanúgy farmer világ van, mint Floridában, csak hát itt egy kukoricát, búzát, izét, hozét termelnek, nem pedig tejet, meg értitek, itt mezőgazdasági farmerságban, vagy hogy mondjam, nem tudom igazából eldönteni, de nyilván nem disznókat, meg teheneket, meg ilyeneket legeltetnek itten a főn, aztán tudjátok. Az van, hogy ugyebár lehozott az autópályáról, mert láttam egyébként, hogy felajánlotta, de én direkt kiválasztottam azt, hogy nem fizetős utakon akarok menni. Hát az ennyit jelent, srácok, figyeljetek. Ilyen az itteni farmer világ. Látjátok, ott is valami búza, tárolós, nagy tornyok, vagy micsodák. Jó darál a kocsi. Mit csináltok, lovak? Amúgy ez szerintem valami turbós vadállat. Vagy valami V6-os. Hú, milyen jó kis kikormót szaga lett. Quarter mile, turn left on the north 200 east. Oké. Okay. Itt. Kajak itt. Oké. Okay. Continue on north 200 east for 1 mile. Egyébként szép a környék, olyan otthonias ez is, de jó. Még a villanyoszlopok is. Hát kezdődnek a kalandok. Azt sem tudom, hova megyek, hova visz. Már kétszer terveztük újra itt a dolgokat, de se baj. Itt vagyunk a senki földjén valahol. Szép a hely, tényleg olyan otthoniasra emlékeztet, ahol én nőttem fel. Teljesen más farmer világ van itt, ez érdekes. Itt kukorica van, búza van. Mekkora területek azért ezek. Rengeteg ilyen szélmalom van egyébként itt Indiánában, amerre a szemére lát. De hát még itt is nézzétek, majd mindjárt jönnek ezek még, hajaj! Bemutatnám nektek, hát zenélő utat, kicsit egyszólamú, de hát ez ilyen, nem? Tapasztalat útján nem nagyon gyűjtöttünk semmit, annál viszont gyűjtöttünk inkább több bogarat. Eltelt azt hiszem, én már nem tudom mennyit vezettem, 3-at körülbelül, 4-et, tényleg nem tudom hol járok, nem is nagyon érdekel. Egyszer eltévedtem, mert a GPS-em behalt, GPS-t itt ne nagyon keres, nem találsz, egyáltalán nem találsz GPS-t, nem hogy jelet. A környék még mindig arról szól, hogy hát gazdálkodnak itt a gazdák, ott van hátul mindenkinek a nagy tároló, elől pedig a ház, kutya, autó, picska, kiskút, hátul pedig ugyebár hát maga az üzlet, a butik. Megy a butik, a Tibi volt. Még hátra van 12 óra 4 percem, 800 mérföld, hú-hú! Azt figyeld! Upsi-dupsi! Körülbelül egy olyan 2-3-5 másodperce, na jó, legyen 10, átértünk Kentuckyba, hát itt Kentucky van, ott meg talán még Indianát látjátok. Hú, mi ez a Kentucky híd? Amit rögtön észrevettem, hogy Kentuckyba körülbelül 40 centtel olcsóbb a benzin. Így rögtön, egyik benzinkútról a másikra. Lássuk ezt a hidat. Azt a mindenségét. Wow, oké. Okay. Jój! De csapkod! Kicsit rozsdásak már ott a kis hajócskák. Nem biztos, hogy láttatok belőle valamit, sőt. És kibújtunk a hídból. Azt kell mondjam, hogy most már nem 40, hanem 50-60 centtel is olcsóbbak benzin. Kicsit bejebb kellett jönni. De még nem kell tankolni, még hát több mint negyedik vagyunk, úgyhogy még bőven van benya. Megyünk, ha meddig tudunk. Majd egy lapsznál meg akarok állni, tankolni. Ez az amaz. Na hát, ez a város.
srácok, mácok. A legelső város, amit látunk Kentuckyba. Mit csibészkedsz? Itt egy KFC, Burger King. Biztos itt is lehet kapni ám Walmart burgert, nem? Hopkinsville, Elizabeth Town. Wow! Még van 10,5 órán. Menjünk srácok Nashville fele, aztán bemutatom majd azt a várost, hát már mindig kamerán keresztül. Szép nagy város, tele van nagy tornyokkal, tudjátok, felhőkarcolókkal, meg minden, aztán akkor lássunk világot. Csihibuhi. Mi van ott hátul neki, nem? Nem krumpli? Mi az? Ó, csak sima, azt hittem, hogy krumpli zsák. Jobb oldalt, bal oldalt, fa, erdő, bokrok. Na itt már kezdünk egy nagyobb. Hát, nagyobb, nagyobb, inkább csak egy hosszabb emelkedőt. Kocsi bírja, semmi probléma, talán még vissza se váltott. Be van állítva a távolságtartó, a legközelebbire 82 mérföld per óra sebességre, és szépen tartja a távolságot nekem. Ehhez a csávóhoz igazodik itt, aki előttem megy. Hoppá, csak én nem igazodok hozzá. Itt is mindenki üzletel, itt is mindenkinek cége van, nézzétek meg. Cég, feldolgozó, üzem, minden, tüzép, telep, stb. Várost, Úr István, ez így történt, kérem szépen. Folytatjuk utunkat, most még csak egy ültő helyen benyomtam le eddig. Menjünk Knoxville és Chattanooga fele. Keep left to stay on I-24 East. Én keep left, abban biztos lehetsz. Megérkeztünk egy tankolásra, egy étkezésre, egy pisilésre. Fú. Minden lesz, srácok. Most látom először az autót kívülről. Ez kérlek szépen egy Nissan Murano SL. Wow. Oké, jó? Hát azért majd megnézzük, hogy mi van ebbe, és hogy mit szeretne mutatni nekünk ebből a Nissan. De eddig ki vagyok vele békülve, azt kell, hogy mondjam. Mit szóltok ti? Kicsit kíváncsiak vagytok belül is? Gondoltam. Na jó, részletesebben később. Lehet csinálni magadnak hotdogot, ha szeretnél. Van itt gyümölcs, tojás, kefé, rizé, hozé, minden, kávé. Itt a búcsúba. Lehet venni mindenféle kütyüt. Tele van minden energiaitala, minden. Ugyanolyan, mint egy bolt, csak még kiegészítve ilyen trakkos, autós dolgokkal, stb. Ezeket szeretem mindig megnézegetni. Ezek eléggé szarok. Látjátok, kifejezetten tipikusan ilyen kamionosoknak való dolgok. Vannak itt egyébként jó szerszámok kocsi szerelőknek is, de hát értitek. Klumpa. Ezek ilyen kifeszítők. Azt nézzétek meg. Ugye hát itt simán megveszed. Ez 8 dollárra, nem is olyan rossz. Nyomjuk a tankolást, azt akkor utána bemegyek a Mekibe, mert éhezik, kotlik a belem is, tudjátok. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyiért fog belemenni. 3,25 a benzin, de a hát szar amúgy. Na jó. 54 dollár. Kérjük szépen tőle a részétet, hogy biztos ne akarjon átverni. Én mindig azért csinálom egyébként.
Az autó újra képes majdnem 600 mile-ra, az nekem nagyon jó. Annyival haza is kéne érjek egyébként, ahogy elnézem, van még 8 és fél órán mondjuk azt. Mindegy, de szép a kilátás, úristen. Fülem kibe dugul. A Subaru csak pirít, állandóan. A Subaru az állandóan pirít. Hát én már dőlök olyat ebbe a kocsiba, hogy azt mondja, mindjárt három kerék, mindjárt két keréken vagyunk, és a Subaru csak veri, az 80-dal megyünk. 85, Forza! Forza! Nyomjad! De nyomjuk, de nyomjuk, nagyon Need for Speed, Forza, minden van, crew. És cruising van, 80-nal cruisingolunk, az azt jelenti 130-al. Hegyekbe, hegyek közt, hegyekbe, völgyekbe. Körülbelül ilyen fejem van 10 óra folyamatos vezetés után. Hát annyi volt, hogy pislantottam egyet, amúgy alig bírtam a lábomon állni. Már minden pislantás közben, hanem amiután kiszálltam a kocsiból. Most megint egy órája nyomom, és a hátam egy kicsit ki van, inkább a derekam, és majdnem olyan, mintha még a tüdőmet is nyomná egy kis ilyen, tudjátok, ilyen göcsör. Az az igazság, hogy egy iciri-picirit elkezdtem így hát fáradni, de nem az, hogy fú, de ki vagyok, mert egyébként még van nasim, tudok még nasizni,
tudok még inni, bőven tudok még inni, az szintén fenntart, ugyanúgy, mint egy kis nasizás. A forgalom ilyen, nem tudom, mindjárt egy kicsit megnyomjuk neki, de nem, csak bejön ez is, nem bírnak magukkal. Na, nem bír magával. Nem bír magával, bazd meg, akkor csak rá kell lépjek a fékre, nekem kell a fékre lépjek, de látszik a kocsiján, hogy ilyen nyomorék, mert lógnak rajta a bumperök össze-vissza. Georgiában vagyunk még mindig, ha valaki tudni szeretné. Robogunk Atlanta fele, valószínűleg forgalom lesz, tehát annyi baj legyen, majd valamit kitalálok. Valószínű, hogy majd így felteszem a fejpántot, és akkor így POV-be fogjátok nézni az egészet. Levezetem végig a városon keresztül, így legyenesen, azt akkor. Srácok, nem sokára beérkezünk Atlantába, megnézzük a várost, hogy mi újság a fronton, bekukucskálunk, jó, ti is megnézitek, hogy mi újság. Remélem így jól láttok mindent, minden frankó, nem tudom, hogy így este szürkületben, hogy milyen lesz a fény, milyen lesz a felvétel, de hát én megteszek mindent, higgyétek el nekem. Már eleve az, hogy így látjátok, ilyen szögből, az én szemszögemből, már ez hátrány nekem, mivel két szemem közt van a kamera. Kicsit a térlátásomat egy bezavarja, de egyébként minden oké, minden rendben, az a lényeg. Lássuk azt az Atlanta várost. Én már ott látom a várost egyébként, de hát eléggé szürkületes. Semmi nem látszik belőle jó formán, de jó lesz az valahogy kenyérrel, nem? De... Na, kezdődik a kedvencem, amikor nem látni semmit az esőtől, akkor úgy egymásra verik az emberek, azt szoktam szeretni. Na, itt a város, fiatalok. Volt, mese volt, köszi szépen, hogy itt voltatok, legyetek jók és szobatisznyek. Amúgy nem, hát megyünk tovább, tudjátok, nem ide jöttünk, pedig milyen kényelmes lenne, ha csak eddig kellett volna jönni. Rendőrbácsik dolgoznak keményen a pénzükért, itt is. Most így ott van, tehát elhagyva egy pár perccel, fél órával köbben kezd besötétedni, hát sőt, most már sötét van, de igazából felhők is vannak, úgyhogy lehet, hogy esős dolgok lesznek itt, vagy viharos dolgok. Kocsin is kigyulladt mindenféle fajta lámpa. Azt kell mondjam, robogunk tovább, kezdek egy kicsit, egy icipicikét megint megéhezni, talán megállok majd egy cookoutban, mert a cookout az nagyon jó, és Floridában nincs. Megnézem majd Georgiában a legutolsó ott melyik lesz az útvonalamban, és akkor megpróbálok ott megállni. Zabbantok egyet! Az autónak tetszenek a belső világításai, ha megnézitek, ez itt meglehetősen tök jó ki van találva, tetszik, van haszna, hasznos, tényleg itt egy lámpa, ami megvilágítja neked az ajtón lévő gombaidat, csak azért, hogy tudjad, hogy az ablakot szeretnéd lehúzni, vagy épp szeretnéd a tükrödet állítgatni, és nem tapogatózni szeretnél, hanem csak így odapillantani és vissza. Ugyanez megvan az anyós oldalon is. Így néz ki a műszerfalunk éjszaka világítás közben. Természetesen tudjuk állítani, hogy mennyire legyen erős a fény. Itt van a rádiónk és a középkonzolunk. Nem egy nagy durranás, de egyébként teljesen látható. Tetszik, hogy minden ilyen nagybetűvel van, amerikással, tudjátok, nagybetűvel, kiemelve, fénylik, nem vibrál, nem buzerálja a szemedet, hanem az ott van és kész, ezt látod. Tényleg minden, óriási betűk, óriási gombok. Kormányon a megszokott kis egyszerű, tudjátok, háttérben megvilágított kis ledezéses dolgok.
ahogyan itt is, oldalt. Külön nem fogom fölkapcsolgatni a lámpákat, láthatjátok, hogy két oldalt van térképolvasom. Ilyen fényt ad a kormányhoz, ilyen fényt ad az anyósülés lábához. Természetesen hátul is fölkapcsolnak, jobb oldalt, bal oldalt, és hátul ilyen fény van. Van még nagyjából két óra vezetése, megállok, pössantok, tankolok egyet, és akkor még egy nekiruccanás, és otthon is leszek valószínűleg. Ami már igencsak jól fog esni, mert hát elég régóta indultam el, és elég messziről indultam el. Levezetem, úgyhogy csapjunk a pici paci közé. Kérlek, alássan titeket, amit látjátok, szépen robogok az utolsó 30 percemhez. Remélem semmi gond nem lesz, semmi gond, semmi baj. Úristen, hát itt még karácsony van, vagy mi a... Mi a tosz? Ezen a szakaszon hát kifejezetten őzike ugra-bugra van, úgyhogy oda kell figyeljek, de nem baj, legalább fönt tart. Ezek a postaládák amúgy nagyon ijesztőek tudnak lenni néha. Vagy azt hiszed, hogy kutya, vagy azt hiszed, hogy őzike, vagy azt, hogy ember. Az őzike, az nagyon becsapós. Én azt hiszem, legközelebb otthon jelentkezek, 30 percen van. Aztán majd kiderül, hogy hazaérünk őzikével találkozás nélkül. Na cső. Ne kérdezzétek, hogyan és miért, de olyan köd van, vagy pára, vagy én nem tudom mi, hogy... Mit csináltok ott, úristen? Gyertek már, srácok! Megérkeztem. Amit kapásból észreveszek az az, hogy a kipufogó teljesen más, hogy áll, úgyhogy ez valószínű, ez már volt hátulról törve ez a kocsi. Higgyetek nekem. Asszonyé pontosan ugyanígy áll. Amint mondtam, ez egy Nissan Murano, méghozzá egy SL kivitel. Fú, automata meg minden. Úristen, nagyon luxi-szuxi. Kalaptartót, igen, hátra tudod csapni. Nagyon jó, tényleg. Hát és ezt most értsd meg, hogy itt mi történik, mi? Van itt két valami kampó. Aha. Ugye, hogyha ezt meghúzom, ezt itt, akkor fogadjunk, az is ledől. Úristen, de ilyet még nem basztam. Na, ezt adom. Van nekünk itten, aha, szivarozunk. Hogyha, tudjátok, hogyha itten hullaszerepet kell játszanunk, mert éppenséggel elrabolnak, és szivarozni volt kedvünk, legyen már mivel meggyújtani a szivarunkat. Szivargyújtó természetesen. Tehát az is lehet egyébként szimplán, hogy csak a kutyákra gondolnak. Tudják, hol tölteni a telefonjukat. Amint láthattátok, lehajtható ülések, bármi hihetetlen. Hajolj vissza, te macskos! Emlékeztek nemrég, mit mondtam, hogy biztos, hogy belé mentek hátulról? Nézzétek meg ezt az illesztést. Ennek 100% hogy nem így kéne álljon. Csodálatos bézs műbőr szarszutyok visszaköszön hátul is. Műanyag. Ugyanúgy itt van ez a műanyag, hát nem is tudom, engem legjobban tudjátok, mire emlékeztet? Hát arra, amit reggelente lehúzok a WC-n. Anyós oldali ajtóról is hát ennyit lehet tudni, csak egy sima ablakemelő, egy ajtózár, nyitó és csá, ennyi. Anyósülés állítható, előre-hátra, háttámla dönthető, előre-hátra. Nem tudom, hogy én hány liternek felelek meg, de oda legalább beférek, körülbelül 1, 2, 3, talán hát 4-szer nem, de 3-szor talán. Ja, és hát, nehogy már mi fáradjunk, ugye?
Nagyon jó, tényleg. Uff, milyen hézeg van itt, jó Isten. Mondom, ebbe belementek hátulról. Higgyetek nekem, nézzétek meg ezt a hézagot. Vagy azt mondjátok, ez már tényleg a modern autógyártás hézagjai? Azt a micsoda elválasztási... Uff, micsoda ivek. Na majd még megnézzük egy kicsit, folytassuk. Srácok, én most meg nem mondom egyébként, hogy tényleg ebben milyen moci van, de szerintem vagy valami V6, de lehet, hogy tényleg van benne valami turbó, én nem tudom, lehet, hogy tényleg fütyül benne valami, vagy valami nagyon húzza az orrát, de nagyon. Annyit tolk a kocsiról eddig, amit így 1000 mérföld után el tudok nektek mondani, hát amit kitapasztaltam, az az, hogy az ülés egy kicsit kemény, nekem kemény az ülés, lehet, hogy valakinek jó, egyébként lehet, hogy nekem is az volt a jó, lehet, hogy el tudnék viselni egy kicsit fotelesebb dolgot, de ez lehet, hogy egyébként az én kis gusztustalan szar ízlésem, mert én azt szeretem, hogyha fotelben ülök. Na mindegy, mert nagy tehén picsám van. De azt meg kell hagyni, hogy attól függetlenül teljesen testre szabható az ülés. Jobbra, fel, deréktámasz, combtámasz, tényleg le a kalappal, minden irányban állítható, testre szabható és memorizálható is. A kormány, maga a forma, az elhelyezés, azt is egyébként odaállítod, ahova csak szeretnéd. Lehet állítani ki, be, föl, le, úgyhogy tényleg teljesen testre szabható a kormány is. Amit viszont nem sikerült megszoknom ez a röpke 1000 mérföld alatt, az az, hogy ezek a gombok kicsit furán vannak kiosztva, nem tudom. Boomslik is, nagyok is, kaparnak, ütközöl is. Nem az igazi egyébként, ha mondhatok valami szart, mert amúgy ez egy szar dolog nekem számomra. Egy, nem igazán ott van-e, ahol te... Egy szó mint száz, szerintem nekem ez az 1000 mérföld alatt, ez a két gomb nem ott volt, ahol én szerettem volna használni, például kényelmes lett volna, vagy akármi, na mindegy. De amúgy mindent tudsz rajta vezérelni, hogyha nem szeretnél sokat nézelődni innen, onnan, ide, oda, amoda, így, izé, hozé, akkor innen is el tudsz intézni sok mindent, nagyon sok mindent. A műszerfalon látható dolgokra térjünk át egy kicsit, hát... Ennél fényesebb nem lesz. Körülbelül a főbb infókat látod, hogy mennyivel mész, térkép szerint, hát iránytű szerint, az igen, kormi, iránytű szerint merre halad, itt a rádiódat látod. Találhatsz magadnak olyan adatokat, hogyha ki akarnád rántani arra, hogy te mennyit fogyasztottál vele, stb. Ilyesmi. Itt van a pillanatnyi fogyasztásmérő. Ez egy hasznos dolog, ez a vakfoltokat neked elkezdi jelezni. Nézheted, hogy milyen nyomás van a kerekekben. Itt a beállításokban valószínű, hogy csak ezen az autón, de nagyon sok minden le van tiltva egyébként, mert ez egy ilyen bérautó. A rádió használat és ez az Android autó használat dolog, ez nekem nagyon nem akart átjönni, valahogy igazából csak a végére kezdtem el használni. Lehet, hogy használtam volna előbb is, hogyha előbb rájövök, hogy hogy kell ténylegesen konnektelni az Android autót magához, a rádióhoz, mármint a telefonomat ahhoz. Hát a kocsiból kilátni sokat ne akar. Ott azért rettentő nagy vak volt, írtózatosan nagy a dashboard. Körbe-körbe kiemelném a Bose Hifit. Az utamon egyébként az autónak rengeteg extrája hasznos volt számomra, mert könnyítette az utamat, sőt, ijesztően könnyű, sőt, ha még plusz, mert volt alkalmam kipróbálni egy olyan kocsi, amiben volt sávtartó, és azt is tök érdekes volt megtapasztalni, hogy hogyan működik, mit csinál, mit történik, meg ilyenek, tudjátok. Ez pedig a második olyan kocsi, amiben ki tudtam próbálni a távolságtartót, és nem tudom, én hülye vagyok ezekhez, ezt a kettőt egyébként lehet kombinálni, mert az azért úgy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű és veszélyes kombó, hogy ez már a Stage 2-3 önvezetés, vagy hogy, én ezt nem értem, hogy nem tudom, hogy működnek a dolgok. Tényleg nagyon érdekes volt megtapasztalni, és tényleg hasznos volt az úton. Hogyha álmosak vagytok és fáradtak vagytok, pont ne arra bízzátok a dolgokat, mert veszélyesen kényelmes tud lenni. Nekem hál' Istennek nem sikerült ilyesmibe belefutnom, de az az igazság, hogy ismerem az embereket, és tudom, hogy nagyon könnyen bele lehet futni a dolgokba. Az egyszerűségbe, a kényelmességbe. A váltót át lehet tenni egyébként manuálisba, automatikusan visszavált nekünk egyet, nem tudom miért, de ez van. Nagyon sportosnak akar tűnni nekünk, és elég gyorsan pakolgatja ott a fordulátszámmérőt, ahogy látjátok, hogyha szeretnék neki parancsolni.
Tényleg egyébként nagyon jó reakciója van a kocsinak a gázpedálra. Nagyon érzi és tudja, hogy mit szeretnél tőle. Úgy, tényleg úgy, úgymond időben. 7 sebességes a váltó benne. Nulla száz. Padlózom. Fú, az meg. Ez egyesbe elforgatta, vagy én nem is tudom, de... Wow. Kerék még nyekkent is, hallj oda. Közben tudjátok, mire jöttem még rá, amit most ki is fogunk próbálni? Hát az, legutoljára, amikor egy ilyet láttam kulcson, a felsőt, nem mindegy, akkor elindult elvileg a kocsi. Annak viszont zárva kellett legyen. Arra emlékszek. Wow. Aha, és ki kell nyitni. Ami nekem amúgy egy picit fura. Ja, és ezek után, miután jár a kocsi, de ugyanúgy nyomd meg a pedált és indítsd be. Érted? Na mindegy, indítsd be. Most veszem észre egyébként, ezt is csak azért veszem észre, mert egyébként én egyáltalán nem használok ilyesmiket. Én régi módi vagyok, tükröket használok. Ó, wow. Tudom váltani, nézzétek. Ez itt az első kerék. Wow. Ez pedig teljesen körül a kocsi körül. Oké, érdekes. Na jó, ezt is megtudtuk. Húha, srácok, gyorsan el kell állni itt a fák alól. De most már kíváncsi vagyok tényleg, hogy milyen motor van benne, ne haragudjatok, de meg kell nézni. Amint azt ti is most már láthatjátok, egy Nissan V6 felirat tárul elénk, ami azt jelenti, hogy talán ez a 3.5-ös V6-os motor, ami amúgy valljuk be, nem is olyan rossz. Ami itt nagyon gusztustalan, az ez. Most ez itt mi? Na mindegy, ami még lényeg... Az az, hogy oda nézzetek, milyen olajszennyeződés és itt az egész. Valószínűleg nem foglalkozik vele egyáltalán senki. Úgy érzem, nekünk ebből már ennyi elég is volt. Itt lapul meg a kamera és a szenzor. Wow, na ilyet se láttam még mondjuk. Nem nagyon van elrejtve az az igazság. Nem tudom, hogy vagytok vele, de az autónak ez itt. Ez a vonala itt az orrán, ez nekem nagyon undorító. Legalábbis én ebben mindent belelátok, csak Nissant nem. Hát, mindegy. A lámpájáról nem tudok sokat elmondani. Egyébként lehetett volna jobb is az úton sötétben. Ezt kimerem jelenteni. És a ködlámpa se volt valami hú, de nagy cucc. Nézzétek meg, még koptató is van rajta csak nektek, csak most. Ha megnézitek elől, elég durva fékek vannak. Óriási fékpofával, óriási féknyereggel, nagy tárcsa. Hátul nyilván kisebb, de egyébként itt se lehet nagy panaszra. Ha jól megnézitek, még a színe is más a bumpernek, úristen, oké. Hát. Megyek, megmutatom a fordulókörét. El kell, hogy mondjam, hasznos a csomagtértető, mert nem ázok alatta. De gondolom, azért van kitalálva. Most arra vagyok kíváncsi, hogy le is csukja. Wow. Na de nehogy már megázzak, míg odaérek. Az igazat megvalva, itt nem sok helye van. Pótolni szerették volna ezzel szerintem. Az is lehet, hogy még ezzel is, mert ide is ki tudja lehet beraknak valami. Az emberek, sőt, még ide is. Na ez itt tetszik. Ez itt kifejezetten tetszik. Tudjátok miért? Mert ez itt undorító. Mert ez itt nem tetszik. Azért. Ez. Ez nagyon nem tetszik. Hát, ami nagy extra lehet, az talán a kormányfűtés, a belülről nyitható csomagtérajtó, van egy semmit nem érő ködlámpánk. De így egybevéve, hogyha szerintem beleülsz, nem egy rossz választás.
Wow. Ami meglepő lehet, hogy van neki CD tárolója, kétzónás digitális klíma, elől-hátul fűthető szélvédő, hátra megy a levegő, oda megy a levegő, ahova csak szeretnéd. Van nekünk egy USB portunk, egy AUX portunk, egy 12 és 120 watt teljesítményű szivargyújtó csatlakozó. Itt van a váltónk, itt van egy nagy tárolórekesz, hát nagy, úgymond egy telefonos, két innivalónak való, fűthető ülések, de viszont én azt hiszem, hogy nem hűthető. Egy osztott könyöklő, ezt most kinyitom, és benézünk ide. Hova? Te jó Isten! Itt is van nekünk egy szivargyújtó dugesz. Ha akartok, nézzünk bele a kesztyűtartóba, ahon van-e. Nagyon soft open, meg soft close, meg minden. Ilyen lehetőségeink vannak hátul. Ez egy plusz pont. Okay, a legtöbb autónál, amikor lepadlózod, akkor megakad körülbelül olyan 3500-4000-nél így parking módba. De ezt nem. Wow. Ezt engedik, hogy forgass le, bátyja. Még róla így mondani, hogy fú, nagyon be van harangozva, hogy fú, all-wheel drive, meg így úgy, amúgy, hát ja, úgy asszony és ahogy ez valószínűleg, mert hogy nekem ez, ha elkapar, akkor csak előkapar, az biztos. Asszony ki a Sportage is, four-wheel drive, természetesen all-wheel drive, de csak 25 mérföld per óra alatt. Úgyhogy valószínűleg ez is valahogy úgy van, mert értitek, se gombot nem látok ilyen diffizárnak, vagy mi a bánatnak, akárminek, semmi ilyesmi. Mit következtetek le, hogy miért baj ez szerintem, ez az egész rendszer így, ahogy ki van találva? Hogyha egy kanyarból kifordulva, mondjuk vizes, csúszósabb aszfalton, egy kicsit lépősebben kéne tudod kimenni, tudod, mások elé, vagy valami, akármi, dinamikusan ki akarsz valaki elé baszódni, na. És azért neked jó ott azért az a négy kerék, ugye? Ugye? Milyen jó lenne? Aha, ja, persze, amint abban a pillanatban, ahogy megcsusszan a kerék, az 25 mérföld per óra fölé csusszan, és onnantól kezdve neked nincsen csak első kerékhajtásod. Egy picit ilyen átverésesnek érzem. Egyébként sokat kitakar hátul az az egy nagy zsák, nagy fekete kukás zsák, vágjátok. Meg van bent egy pici zsák, rajta egy-két doboz, ezért kár megvenni. Nem szolgál ki. Nem szolgál ki egy pick-upot például. Szóval, hogyha valami ilyesmi szándékaid lennének vele, akkor azt vegyed figyelembe, hogy két teli fekete zsák szemét az el fogja takarni te neked a hátsó kilátásodat. De hát ez már csak ilyen. Valamit valamiért, ugye? Nem is gondolok arra akkor, hogy mi van annak, aki hova hiszi el azt, hogy fú, milyen négy kerék meghajtásos autója van. Itt be kéne, hogy tapadjon. Itt nagyon be kéne lennie. A négy kerék meghajtás! Hú! Oszt elől kapar. Egy helyben állsz, bazd meg. Még mindig egyébként hatalmas, óriás nagy pacsi ennek a motornak és a váltónak, mert ahogy lenyomom a gázpedált, majd, hogy nem rögtön utána, tényleg reakció van, és húzni húz. Igaz, hogy nem gyorsulsz úgy benne, hogy hú, de jaj, de érzem, hogy van benne erő amúgy. Szóval hamar megvan, pikpak fölmegy, tényleg bőven jó. 3.5, V6, teljesen jó. Azért maga az autó eleve nehéz, hát hagyjad már. Oda nézzetek, mi van itt. Nem tudom, mennyire láttátok, de ott egy Tesla húzott egy hajót, nem mindig.
Egyébként teljesen olyan, mintha úgy lenne tervezve vagy programozva az egész autó, hogy innen ebből a tartományból, így innen kapásból olyan hamar ki tud lőni egyébként ilyen plusz 20-ra, hogy az hihetetlen, figyelj. 40, 45, 40... Kész. Valahogy nagyon jól van programozva, vagy áttételezve, vagy én nem tudom, hogy mit mondjak, értitek? Megnézzük 60-ról is, nézzük. Ja, onnan már nem annyira egyébként, nem annyira. 50-ről. Né. És ez még nem is kickdown. 45-ről kickdown. Hát ez a kickdown dolog is ugye bár hát csak annyi, hogy tovább engedi forogni. Kickdown 45-ről. De tényleg érződik, hogy benne kell legyen a lendületben, mert nulláról viszont, vagy ilyen 20 alól, vagy 30 alól, tényleg lomha. Onnan lomha, pedig a fordulatszám ugyanaz, és ugyanúgy kéne, hogy mozogjon, de... Ezek szerint a lendület sokat segít neki tényleg. Mert így nulláról lepadlózom, uff, na most nagyon elkapta, de visszafele megtaláltam itt a váltó alagútnál, a lábunknál is egy tároló rekeszt. Hát úgy érzem, utam végén elköszönök tőletek is, talán többen nem is tartozok. Ennyit tudtam bemutatni, ha valami még érdekel, kérdezz rá. Úgysem fogok válaszolni, de azért próbáld ki, szervusztok, legyetek jók és szobatiszták. Na cső!